A szellemek létezésében lehet hinni és lehet kételkedni, de az tény, hogy az elmúlt 130-140 évben számtalan szellemfotó látott napvilágot, amelyekről sok esetben kiderült, hogy csalás eredményei voltak, akár a pénzszerzés, akár szenzációhajhászás, akár egyéb célból. Bár a mai világban már pár perc alatt össze lehet dobni egy teljesen hitelesnek tűnő szellemfotót különféle számítógépes programok segítségével, régebben ez bizony nem volt ilyen egyszerű. A most következő percekben megismerettek 10 olyan régi szellemfotót, amelynek a hitelességét a kétkedőknek, bármennyire is igyekeztek, sohasem sikerült megcáfolni. Na jó, valójában a 10 kép közül csak 9-re igaz ez, mert az egyikről végül kiderült, hogy kamu. A te dolgod lesz megtippelni, ahogy ezt a sorozattól már megszokhattad, hogy vajon melyik ez a kép. Előtte azonban kanyarodjunk vissza az előző valóság vagy kamu epizódhoz, ahol azt kellett megtippelned, hogy a különböző hírességek halála közül melyik volt a kamu. Nos, azt tippelt jól, aki szerint Gerett Jones halála nem volt teljesen igaz, hiszen a videó állításával ellentétben a színész nem a színpadon, hanem az öltözőjében kapott szívrohamot. Na de lássuk azokat a híres szellemfotókat, amihez kellemes borzongást kívánok. Lord Cumbermere szelleme. Wellington Henry Stapleton Cotton, azaz Lord Cumbermere, brit katona és konzervatív politikus volt az 1800-as években. 1891. december 1-én halt meg, amikor is öccse egy szerencsétlen balesetben halálra gázolta egy lovas kocsival. Amikor a család minden tagja és a ház személyzete a Lord temetésén tartózkodott egy több, mint negyed mérföldre lévő temetőben, egy fotográfus név szerint Sybil Corbett az elhunyt könyvtárát kívánta megörökíteni úgy, hogy a képen majd jól látszódjék a Lord kedvenc széke is. A fotó elkészült, de a film előhívása után Corbett megdöbbenve tapasztalta, hogy valami olyasmi van a képen, amely nem volt ott, amikor a képet készítette. Akkoriban egy fotó elkészítése akár egy órát is igénybe vehetett, így elképzelhető, hogy egy szolga ült le a székbe egy rövid időre, és annak alakja látszik a képen. A szolgálók azonban váltig állították, hogy egyikőjük sem tartózkodott a házban az idő alatt, mindenki az úrtemetésén volt jelen. Azonban nem ez az egyetlen rejtélyes történet, amely a Lordhoz kapcsolódik. A család a temetés alkalmával észrevette, hogy a családi sírbolt zárja természetellenesen mozgott, mintha nyitogatták volna, ráadásul a temetés után sokat szóra ismétlődött meg az az eset, hogy a kriptában a koporsók szanaszéjjel voltak dobálva. A későbbiekben már minden temetésen kénytelenek voltak újra a helyükre tenni őket. Cowboy a temetőben. Terry I. Clanton büszke volt származására, hiszen felmenői a híres hírhedt Clanton bandához tartoztak, akik a vadnyugaton szereztek maguknak kétes hírnevet több mint 100 évvel ezelőtt. 1996-ban Terry és egy barátja kimentek a temetőbe, majd Terry abban a reményben fotóztatta le magát korhű jelmezben, hogy a jól sikerült képpel majd eldicsekedhet barátainak. Amikor kezébe vette a képet, meglepve vette észre a fura alakot a háta mögött, hiszen a kép készítésekor csak ő és barátja tartózkodtak a kihalt temetőben. Mivel semmi más magyarázatot nem sikerült találniuk a jelenségre, Terry nem tudott másra gondolni, mint hogy egy kísérletet sikerült lencse végre kapniuk, annak ellenére, hogy jó maga sohasem hitt az eféle paranormális dolgokban. A férfi azóta egy weboldalt is üzemeltet a különös fotó kapcsán, amelyen bárki megismerkedhet családja múltjával, a sírhelyjel és az azt kísértő szellemekkel. Arcok a vízben. 1924. decemberében New Yorkban az SS Watertown nevű hajón James Courtney és Michael Meehan, a legénység két tagja, a hajó gyomrában takarítottak, amikor is mérges gázok szabadultak fel a tisztítószerekből. Bal szerencséjükre nem vették időben észre a veszélyt, és mindketten mérgezésben haltak meg igen gyorsan. A legénység többi tagja hullámsírba temette a halottakat. Pár nappal később többen is több alkalommal két arcot kezdtek látni a vízben, beleértve a hajó kapitányát, Kate Tracy-t is. A hátborzongató dolgot jelentették feletteseiknek is, akik azt javasolták, hogy ha tudják, akkor fotózzák le a jelenést.
Tracy kapitány beszerzett pár fényképezőgépet, majd a következő útjuk során sikerült végül lefotózniuk az arcokat. Összesen 6 kép készült, az első 5 képen nem látszódott semmi lényeges, de a 6. már egyértelműen kirajzolódtak a kísérteties arcok. Természetesen mindannyian arra gondoltak, hogy a két arc nem lehet másé, mint a korábban elhunyt matrózok kísértetéjé. A legénység a későbbiekben is sok esetben számolt be arról, hogy halottak arcai közelednek a hajó bal feléhez, majd pár másodperc múlva elhalványodtak, végül eltűntek. A jelenségek csak akkor szűntek meg teljesen, amikor a későbbiekben a hajó teljes legénységét leváltották. Freddy Jackson. A Goddard század az első világháborúban teljesített szolgálatot. Az egyetlen csoportkép, amely készült róluk egészen 1975-ig, nem került a nyilvánosság elé, amikor is valaki felfedezett a képen az egyik katona mellett egy kísérteties arcot, amely elvileg nem is lehetett volna ott, hiszen az arc tulajdonosa Freddy Jackson volt, aki 2 nappal a csoportkép elkészülte előtt hunyt el egy szerencsétlen balesetben, amikor is egy repülőgép légcsavarja okozott neki halálos sérülést, amelyet éppen leszerelt a gépről. A temetését aznap tartották, amikor a fotó készült. Nagyon úgy tűnik, hogy Freddy nem akart lemaradni a csoportképről, talán éppen ezért látható volt parancsnoka mellett. Arcát egyébként a bajtársai is mind felismerték. A potyautas. 1959-ben Mrs. Mabel Chinnery elhunyt édesanyja sírját készült meglátogatni, amikor ez a fotó készült. A hölgy azért vitte magával a fényképezőgépet, hogy képet készítsen édesanyja sírkövéről, viszont még mielőtt autóba szállt volna, elkattintotta a masinát, hogy megörökítse férjét is, aki az autóban ült egyedül. Vagy mégsem egyedül? Amikor a házaspár megpillantotta a képet, észrevettek egy, a hátsó ülésen ülő szemüveges alakot. Mrs. Chinnery azonnal felismerte, a rejtélyes utas nem más, mint halott édesanyja, akinek sírját éppen meglátogatni készültek. A fényképet ezután egy szakértő vizsgálta meg, aki azt mondta, lehet, hogy kockára teszem ezzel a hírnevemet, de kijelenthetem, hogy a fotó valódi. Lány a tűzben. Egy legenda szerint a 17. században Angliában, Shropshire-ben, a Van városházában egy 10 éves kislány felborította egy gyertyát, amely olyan hatalmas tüzet okozott, hogy az épület végül porig égett. A lángok a kislányt is elragadták. Az épületet felújították, és több mint 200 évig nem is történt ezzel kapcsolatban semmi különös, míg nem 1995. novemberében az épület ismét felgyulladt, Tony O'Rahilly fotós pedig megörökítette a pusztító tüzet. Miután előhívta a negatívot, egy furcsa alakot fedezett fel a lángokban álló épület bejáratában. Egy szakértő állította, hogy semmiféle módosítást nem hajtottak végre a képen. A szkeptikusok ugyan nem nyugodtak, de senkinek sem sikerült a csalás rábizonyítani a fotósra. Elképzelhető, hogy a 17. században a lángok martalékává vált kislány szelleme kísértett az épületben? Esetleg magát a tüzet is ő okozta 1995-ben? A Newby egyház szerzetese. Anglia, Észak-Yorkshire. A Newby templomot 1870-ben építették, és soha egyetlen alkalommal sem volt kapcsolatba hozható kísértetekkel, szellemekkel és démonokkal. Ez közel 100 éven át így is volt, míg nem Kiev tiszteletes 1963-ban le nem fotózta a templomban található oltárt, de a képen a film előhívása után valami más is látszódott. A tiszteletes megdöbbent, amint megpillantotta a hosszú, köpenyszerű ruhában átsorgó, furcsa maszkot viselő jelenést, amely úgy nézett ki, mint valami középkori szerzetes. Ahogy a képnek híre ment, a kételkedők azonnal lecsaptak és csalónak titulálták a tiszteletest azt állítván, hogy kettős expozícióval készítette a képet, ezzel érvén el, hogy majd a furcsa alak áttetsző legyen. A papot mélységesen bántotta a dolog, hiszen sohasem állt érdekében hazugságba keverni magát. Azok, akik hittek neki, úgy gondolták, hogy a képen valójában nem kísértet, hanem egy démon látható. A fotó még ma is vitatárgyát képezi, minden esetre talán a kételkedők táborát erősíti az a tény, hogy a jelenség helyzetét nézve 9 láb, azaz több mint 2,5 méter magas kellett volna legyen, a templomban pedig sohasem szolgált ilyen magas személy. Bár ha valóban démon, miért ne lehetne ilyen magas?
A Hampton kastély kísértete. 2003-ban James Fawkes, a Hampton kastély biztonsági őre egyik nap egy zavarba ejtő és sokkoló jelenetnek volt szemtanúja, miközben szolgálatát teljesítette és az egyik biztonsági kamera monitorát figyelte. A kastély mindig is hírhet volt kísérleteiről, de ez volt az első felvétel, amelyen az egyik meg is jelent. A felvételen jól látszik, hogy az egyik melléképület ajtajai kivágódnak, akár a húzattól, akár bármi mástól, majd egy groteszk alak jelenik meg az ajtóban. A kísértet úgy viselkedik, mintha szilárd fizikai testtel rendelkezne. A kezével többször is megragadja az ajtókat, majd végül becsukja őket. A lény egész megjelenése különös és zavarba ejtő, de talán az arca és a feje a legfurcsább, mert bár a felvétel elég rossz minőségű, leginkább egy csontváz koponyája ugrik be róla elsőként. A szkeptikusok felvetették a kérdést, hogy egy 8. Henry korabeli ember vagy kísértet vajon honnan tudta, hogy hogyan működik egy modern tűzgátló ajtó. Bár a felvétel egy képkockája csak 2003. december 21-én került a nyilvánosság elé a Chicago Sun-Times-ban, az eset valójában 2 hónappal korábban, októberben történt, ami a Halloween figyelembe véve talán magyarázattal is szolgálhat, hiszen ki ne szeretne csínytevéseket tenni ilyenkor. Az más kérdés, hogy ki jutott be a jól őrzött kastélyba ilyen maskarában. Az Amityville kisfiú. Aki egy picit jártasabb a kísértett históriákban, az szinte biztos, hogy hallott már az Amityville rémtörténetről. A történet röviden a következő. 1975-ben George Lutz és családja nagy reményekkel költöztek be abba a hatalmas házba, amely New Yorkban az Ocean Avenue 112 szám alatt található. Ekkor még nem tudták, hogy kicsit több, mint egy évvel korábban a házban több brutális gyilkosság is történt. Ronald DeFeo egyik éjjel látszólag minden ok és előzmény nélkül lemészárolt a családja mind a 6 tagját. Édesanyját, édesapját és 4 testvérét, akik közül 3-an még gyerekkorúak voltak. Letartóztatásakor DeFeo azt vallotta, hogy olyan hangok kényszerítették brutális tettére, amelyeknek muszáj volt engedelmeskednie. George Lutz és családja a beköltözésük után hamarosan egyre kísértetiesebb jelenségeket tapasztaltak meg, amelyek végül annyira eldurvultak, hogy a család mindössze 28 nappal odaköltözésük után elhagyta a házat, majd parakutatók segítségét kérték. A feladatot 1976-ban a Warren házaspár vállalta el, akik már több kísértett históriára derítettek fényt és oldottak meg. Sok fotót készítettek nyomozások alatt, és csapatok egyik tagja, Jane Campbell készítette a képen láthatót. Elsőre talán nem tűnik fel rajta semmi szokatlan, de ha jobban szemügyre vesszük, a kép bal szélén egy kisfiú alakja jelenik meg a korlát mögött. A fotós esküszik rá, hogy a házban ott és akkor kizárólag csak ő tartózkodott. De akkor kié lehet a félelmetesen világító szempár és arc? Talán a halott testvérek egyik tagja, a 12 éves Mark, vagy a 9 éves John tért vissza brutális halálok helyszínére? A barna hölgy. Lady Dorothy a Raynham palota úrnője volt az 1700-as évek elején. A nő a feljegyzések szerint 1726-ban hunyt el, ám mint kiderült, Dorothy szeretőt tartott, a halálát pedig megrendezték. Mikor férje megtudta, mit művel a hűtlen asszony, eltüntette őt a közönség elől, és a ház egyik szegletébe zárta a haláláig. Később Dorothy szellemét többször is látni vélték a palotába látogatók, és legtöbbször a ház előterének töltyfa lépcsőjén, ezért úgy vélték, valahol ott raboskodhatott a nő a kegyetlen férj haragja miatt. Ezt a képet 1936-ban készítette 2 fotós, Hubert C. Provend és asszisztense Indra Shira. Máig az egyik leghitelesebb szellemfotóként tartják számon a világon, annak ellenére, hogy a szkeptikusok számtalanszor álltak elő újabb és újabb elmélettel, amellyel magyarázni próbálták a jelenséget. A legnépszerűbb elképzelésük az volt, hogy a kép keletkezését a fényképezőgép meghibásodása okozhatta. Egy régi típusú, állványos kamerával dolgoztak, amelynek a harmonikája olykor túl sok fényt engedett be, emiatt a nappaliban vibráló fény megduplázódott, amikor elsült a masina vakuja. A hitetlenkedők nagy bánatára ez csupán egy feltevés maradt. Bizonyítani sohasem tudták.
Ennyi lett volna a szellemképek bemutatása, de ne feledd, ezek közül az egyik kamu, pontosabban később bebizonyosodott róla, hogy csalás. Szóval kommentbe írd le, hogy szerinted melyik az, és a következő részből megtudhatod, jó volt-e a tipped. Ha pedig tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni és megnyomni a feliratkozás gomb melletti csengőt is, ha értesülni szeretnél a legfrissebb videóimról, valamint nézd vissza a csatornámon lévő korábbi videókat is. Köszi a figyelmet, sziasztok!